Csütörtök reggel a város két alpolgármestere látogatott a Győrplusz rádió stúdiójába, hogy területüket illetően beszámoljanak a győrieket érintő aktualitásokról. Ezt követően a Győrplusz híradónak is nyilatkoztak a városvezetők. Dr. Perge Lezát a győri óvodai ügyeletről kérdezte stábunk. 37 óvodánkból 13-ban tartunk ügyeletet összevont csoportokkal, és nem egészen a létszámnak, a teljes létszámnak, ami 3900 körül mozog. Ugye ez folyamatosan változik. 7%-át a gyerekeknek hozzá kell az óvodába. Úgy gondolom, hogy ennél sokkal többet is elbírnánk, tehát nyugodtan ajánlom a kedves szülőknek, hogy amennyiben. Lehetőségük van, vagy olyan elfoglaltságuk, vagy éppen dolgozhatnának, és, és most szabadságon vannak, mert bizonytalanok, nyugodtan hozzák a gyerekeket az ódába. Dr. Perge Lenza hozzátette, a dolgozóik nagy része be van oltva, és sokan már át is estek a fertőzésen, a gyermekek körében pedig nem tapasztaltak súlyos eseteket. Az alpolgármester elmondta, a bölcsödéket nem kellett bezárni, jelenleg 40-60%-os a kihasználtságuk, folyamatosan fertőtlenítik az intézményeket, és készen állnak az április 19-i nyitásra reméljük, hogy beindulhat az élet szépen lassan, fokozatosan. Ezek a legnagyobb gondok a családok életében, hogy a biztonságban tudják a gyerekeiket. Mi felre felkészültünk, mi a nyitásra készen vagyunk, és reméljük, hogy tudjuk a lakosságot segíteni azzal, hogy vigyázunk a gyermekeikre. Radnóti Ákos volt a reggeli beszélgetés másik résztvevője. Az apolgármester számos területért felel, a napokban újabb megbizatást kapott a város polgármesterétől. Dr. Dégyi Csaba András polgármester úr megbízott a sport felügyeletével is, ez egy megtisztelő felkérés volt, hiszen az alpolgármesteri feladatkörökről a polgármester úr döntés, eddig is volt jó pár feladatköröm, hiszen a város az emeltetés mellett a környezetvédelemmel, nemzetközi kapcsolatokkal, ifjúságügyekkel, civil szervezetekkel is foglalkozom, de örülök ennek az újabb felkérésnek és feladatnak, mert hát jó magam az is ugye sportosnak tartom, hiszen elég sok sportágot kipróbáltam és képben vagyok a sportot, illetően is elég régóta üzök nagyon sok sportot valamit nyilván amatőr szinten kezdetlegesen, valamit egy kicsit jobban, de az a lényeg, hogy minél több mindent próbálok ki, és próbálom erre a lakosságot is ösztönözni. Az alpolgármester azon fog dolgozni, hogy minél több sportos fejlesztés legyen a városban, és folyamatosan tartja majd a kapcsolatot a győri sportklubok vezetőivel, ahogy ő fogalmazott, a jó dolgokat szeretnék megtartani. Radnóti Jákosta a városüzemeltetés aktualitásairól is kérdeztük van egy feladatterv, ami alapján mennek a munkálatok, ez alapján végezzük a városüzemeltetési feladatokat, és emellett vannak fejlesztések, amik a városüzemeltetést érinti, tehát <kül> pont tegnap adtunk át, hogy automata élem a Batyányi téren, a Krisztián képviselő körzetében az ő kezdeményezésére. Az Aranyáros utcában is zajlik egy ilyen pihenőrész rész kialakítása a fák körüli területen, itt a Dévárosban zajlódik egy kutya játszótér kialakítása, és hát több olyan fejlesztés van, ami érinti, akár buszmegálokat adtunk át a közelmúltban itt városban és az Ifjúság körúton, vagy a BEM téren, vagy a Kávárja utcában, vagy az Audi logisztikai központ melletti területen, ahol nem volt busz megálló, és hát készülünk a tavaszra minden szempontból, a játszóterek feltöltenítése is folyamatos, tehát nagyon sok ilyen teendő van, úgyhogy ezekről részletesen beszámolunk mindig. Radóti Ákos hozzátette, a megyeháza előtti szökőkutat már beindították, a többit majd májusban fogják, és a virágosítás is napi renden van.